Sziasztok! Vagyis hát jó reggelt, nekem még elég korán van. Viszont a következő anyagom az tulajdonképpen egy ilyen videónapló lesz, 5 napról. Szeretnék egy méregtelenítő kúrát végigcsinálni. A Dr. Steinberger féle módszert választottam, amiről nagyjából annyit kell tudni, hogy ez 5 nap. Van 5 különböző ilyen 1 vagy másfél literes mindenféle ízű itóka. Konkrétan amivel ma kezdek, az egy bio zöld búzafű koktél lesz, és úgy néz ki a dolog, hogy 5-ször kell meginnom ebből másfél decit, és minden adaghoz kell enni 2 szelet rost kenyeret. Úgyhogy mindenféleképpen be fogok arról számolni, mit érzek előtte, közben, utána, milyen mellékhatásai, illetve milyen pozitív hatásai lesznek ennek az egésznek. Na hát eljött az este, itt van az utolsó kis adagom, nézzétek meg, egyébként nagyon-nagyon biztatóan néz ki, ez a kis zöld búzafű lötyi. A mai napnak az összessége az az, nézzétek, egyébként ezt így, tehát hogy nekem ezt úgy kell végigcsinálni, hogy közben nahogy mellettem, itt. Megmutatom, hogy hogy kell rendeltetésszerűen a hagymás pizza tenni. Na, tehát, hogy mellettem ilyen, ezt csinálják. Tessék. Egyébként elkezdett fájni a fejem, már így a nap végére, pedig körülbelül szerintem majdnem 3 liter folyadékot megittam. Az, hogy körülbelül 10 szelet rost kenyeret megenni, nem bírtam egyébként egyáltalán. Tehát így már a második étkezés után úgy voltam, hogy sokkal jobban járok, hogyha csak egyet eszem ezekhez a másfél decis kis adagokhoz. Nagyon rossz. Nagyon vágyom már egy finom hamburgerre, vagy bármire, és még hátra van 4 nap. Plusz ugye, mint ahogy láthattuk, tehát, hogy nekem itthon nem segítenek ebben. De hát minél erősebb vagyok, meg minél kitartóbb, annál büszkébb leszek magamra a végén. Sziasztok! Yada, yada, yada.